Várad melletti Bihar község lakói. A település egy forgalmas főút mentén fekszik, így ott szinte lehetetlen kerékpárral közlekedni. Egy önkéntes csapat szemétgyűjtést szervezett a községben, hogy a környezet tisztán tartása mellett a kerékpárút fontosságára is felhívja a figyelmet. Most elmegyünk együtt a Földvár fele, összeszedjük a 4-5 kis utcát. A fiatalok tervszerűen felosztották a községet, megjelölve azokat a helyeket, ahol már jártak. Így sor kerül mindegyik utcára. Legutóbb a Bihari Földvárnál, illetve a környező utcákban jártak. A Földvár a település egyik leggyakrabban látogatott helyszíne, egykor a Szent István által alapított Bihar vármegye központja volt. Egy globális problémáról beszélünk, és még így említsük, hogy globális, addig mindenki leveszi a terhet a saját válláról, és várja, hogy valaki megoldja. Úgyhogy úgy vélem, hogy ideje volt annak, hogy kicsit a magunkénak érezzük ezt a problémát, és tegyünk valamit együtt. Sajnos elég kevesen, de kezdeményezésnek szerintem tökéletes. Annak ellenére, hogy a településről hetente szállítják el a szemetet, és közmunkásokkal rendszeresen megtakarítják a közterületeket, a fiataloknak bőven akad munkája. Az volna a legjobb, ha nem is kéne takarítani, és ezt az iskolában már bele kéne nevelni kicsi korba a gyerekekbe, hogy nem szabad szemetelni, igyekezni kell, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. Érkezik az erősítés. Ez alkalommal a Bihari Általános Iskola tanulói csatlakoztak az akcióhoz. Az iskolában osztályfőnöki órán próbálják a gyerekeket környezettudatosságra nevelni. A mi környezetünk, a mi életterünk, ről van szó, és hogyha mi okozzuk a kárt, akkor valamennyire szeretnénk részt venni annak a eltüntetésébe. Már volt rá egy eset, hogy előttem ment egy fiú, és eldobta a szemetet az utcán, én meg felszedtem utána, és rászóltam, hogy többet ne csináljon ilyet, mert hát számomra fontos a környezet. Az egész akcióval a környezet tisztántartása mellett a kerékpárút fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a mindössze 10 kilométerre lévő Nagyváradra akár egy családi kerékpártúra részeként is tudjanak bemenni. Az a helyzet, hogy kerékpárral életveszélye, szóval aki Biharról Nagyváradra megpróbálkozik bemenni, annak kell egy kis bátorság is. Hát szeretnénk, hogy valahol az út mellett legyen egy külön kerékpárút, mert ugye nagyon sokan bemennek hétvégén, meg még nagyobb a forgalom, mint hétköznap, és szeretnénk bejutni Biharról Váradig, túrázni, vásárolni, szóval biciklivel bejutni a városba. Bihar község önkormányzata felkarolta az akciót és felvállalta az összegyűlt szemét tárolását, illetve elszállítását a szeméttelepre. Nagy örömmel fogadtuk, hisz nagyon ritka egy ilyen hozzáállás ma már egy fiataloktól, hogy egy ilyen kezdeményezést megálmodjanak, tegyenek érte a saját szabadidejüket feláldozva, erejüket nem kimélve, és azt mondtam, hogy természetesen mellettük vagyok, mindenben, amiben tudunk, segítünk. A település megtisztítása után a fiatalok folytatják figyelemfelkeltő akcióikat a kerékpárút érdekében. Aláírásokat gyűjtenek majd, túrákat, illetve felvonulásokat szerveznek azért, hogy családjaikkal, gyermekeikkel nyugodtan eltekerhessenek Nagyváradig.